A palotavárosi tóból merítették a vizet a Gaja lakóparkban élők. A városrészben ez már mindennapos rutinnak számít, ugyanis egy 3 hete indult kezdeményezés célja, hogy az esti locsolásokkal megmentsék a környékbeli fákat, óvják azokat a kiszáradástól. Operatőr kollégánk, Halász István is rendszeresen sétálja körbe a tavat esténként. Ekkor döntötte el, hogy valamit szeretne tenni a környezetéért. Itt a hátam mögött kezdjük el majd most a locsolást, mert ezek a fákat sem gondozza senki, nem is csináltak ilyen műanyag zacskókat arra, és ezért megpróbáljuk megmenteni, amit lehet még. István barátjával, Zántó Tiborral együtt kezdte el az öntözést, ösztönözve ezzel mindenkit a növények gondozására. Hozzájuk csatlakozott a Gaja Környezetvédő Egyesület is. Közösségi oldalukon keresztül toboroznak minden segítő szándékot az esti megmozdulásokra. Ennek köszönhetően hétről hétre egyre többen gyűlnek össze a tavaknál. Kedden este a környékből és a város távolabbi részéből is érkeztek önkéntesek. Elsőként a tóból locsoltunk a felső tónál, először ketten-hárman, aztán legutóbb múlt héten már 13-an, most meglátjuk, hogy itt vannak legalább 30-an, és mindenki hozott magával vödröt, locsolókannát, és a tóból vesszük a vizet, és öntözzük a fákat. A városban folyamatosan locsolják a növényeket a városgondnokság munkatársai, azonban mindösszesen csak 10 páros tudja végezni ezt a munkát, így közleményükben arra kértek mindenkit, ha bárkinek lehetősége van a lakókörnyezetében, munkahelye környékén a locsolásra, tegye azt meg, a növények a későbbiekben meghálálják a gondoskodást.